köszöntöm a debrecenieket is a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón. Egy-egy az állás, de hát ugye háromszor kellett ezt a mérkőzést megnyerni, hogy láttak volna csodálni a mérkőzést. Gratulálok a csapatnak, hiszen rendkívül nagy erőfeszítés volt ezt a mérkőzést megnyerni, illetve gratulálok a közönségnek is, hiszen elképesztően jó hangulatot varázsoltak ide az Oláh Gábor utcára, már nagyon hiányoztak nekünk, és az ő plusz energiájuk hatodik emberként is nagyon kellett ez a győzelemhez, úgyhogy köszönjük nekik a bíztatást, nagyon jó volt látni őket ennyi idő után. A mérkőzésről pedig annyit, ugye, ahogy ezt te is mondtad, ugye egy igazi hullámvasút volt. Gyakorlatilag nagyon jól kezdtük a mérkőzést, azokat a dolgokat, amiket elterveztünk, amiket szerettünk volna kijavítani, amikből itt az elmúlt pár napban felkészültünk, azokat rendre jól vittük véghez, ugye nagyon sokáig alacsony pontszámon tartottunk az ellenfelünket, és ebből az agresszív, tudatos, fegyelmezett védekezésből tudtunk olyan támadásokat vezényelni, amivel ugyanúgy szét tudtuk húzni az ő védelmüket, és gyakorlatilag könnyű kosarakat tudtunk szerezni, szépen kidolgoztuk a helyzeteinket, úgyhogy ennek nagyon, nagyon örültünk, lehet, hogy egy kicsit el is fáradtunk ebbe az erőfeszítésbe, és ugye többször is közelengedtük az ellenfelünket a magunkhoz. Következő mérkőzésre is le kell vonnunk a következtetéseket. Nyilván akkor tudunk sikeresek lenni, hogyha azokat a hibákat, amiket ma vétettük, a következő mérkőzésen kevésbé vagy nem követjük el. És ez lesz most az elkövetkező két napnak a legnagyobb feladata. Ugye az is hozzátartozik a történethez, hogy ezek a sekk ugye nagyon gyorsan beütött két faltot, aztán rá egyből, amikor felment a pályára, talán jött a harmadik is, hogy teljesen kiesett a ritmusból, és nyilván ez mínusz egy ember, úgyhogy nagyon, nagyon rövid rotációval kellett játszanunk. Ugye mi azért szeretünk 9 emberrel dolgozni, úgyhogy nyilván ez a következő mérkőzésen teljesen másképp lesz, és Paják Lacit is már nagyon várjuk vissza, ő is pályára fog lépni minden bizonnyal, úgyhogy visszatérhetünk ahhoz a hosszabb rotációhoz, ami úgy gondolom, hogy eddig is eredményessé tette a csapatot. Gratulálok Módinak is, aki rendkívül jó mérkőzést produkált ma, igazi vezére volt a csapatnak, a csapat élére állt, és úgy gondolom, hogy 40 percen keresztül pályáról, pályán kívülről húzta előre a csapatot, úgyhogy gratulálok neki a teljesítményhez, de ez igazi csapatmunka volt, mert nagyon sok játékost ki lehetne emelni. Kineveljük még valakit, akkor Somogyi Ádám is rendkívül jó mérkőzést játszott fiatalként. Nagyon komoly döntéseket hozott, nagyon jó vállalásai voltak, és gyakorlatilag tőle indult a csapat agresszív, jó védekezése, úgyhogy neki is külön szeretnék gratulálni. Köszönöm szépen. Ahogy Adrián is említette, visszatérhettek a nézők, talán ez is közrejátszott abban, hogy egy olyan Stefan Módit láttunk, akit már elég régen láttunk. Hogy értékeli a mérkőzést? As coach highlighted, fans could come back to the arena today and it surely affected you and your playing style because you played really well today and you managed to pull the team. How did you see the game? Well, I mean, my coaches wanted me to be more aggressive, but really we were just looking to improve as a team from the last game. The last series we ended up going down 0-2 and this time we were making sure that we didn't allow that to happen and go ahead and just keep improving as the series goes forward and go ahead and take care of it. Igazából az agresszivitás volt a győzelem kulcsa, hiszen tudták, hogy nem szeretnének még egyszer 2-0-as hátrányba kerülni, mint ahogy ezt az Alba elleni párharc során láthattuk. Ehhez a kitűzött célokat ismerték, és meg is tudták ma valósítani, és így sikerült a győzelem, és ezzel az egyenlítés. Köszönöm szépen, sok sikert pénteken, szóval. Köszönjük szépen. Nagy nehézségek ellen, de végül hazai győzelem született. Többször úgy tűnt, hogy a hazai csapat már eldönti a mérkőzést, de a szolnokiak hatalmasat küzdve visszajöttek mindig a mérkőzésbe. Gáspár Patosnyikot kérem, hogy értékelje a mérkőzést. So during the game, coach, during the game it seemed like the Dels can decide it early, but you fought really hard and came back all the time. But at the end, Dels came up victorious. How did you see the game? First of all, congratulations to Debrecen. I think overall, if we are honest, even if we come in the situation that maybe we could win the game, they were better through the whole game more or less and they deserve this win.
Of course, it would be better for us if it would be opposite, but honestly, for a playoff game, for so important game, we didn't come aggressive and physical enough to expect to be successful on the road. We were preparing on that, but unfortunately we didn't react like we wanted, and of course Debrecen with their quality push us out of this what we wanted. Now it's end of the game, we have to forget it, same like we had to forget first win, and to be focused on the next game at home. Gondolja, hogy összességében a mérkőzés egészét tekintve megérdemelt, de az győzelem született. Még akkor is így van ez, hogyha a mérkőzés végén volt esélyük a fordításra. Igazából az jelentette a különbséget a két csapat között, hogy nem küzdött, a Szolnok nem küzdött elég agresszívan a teljes mérkőzés során. Nem tudták, pedig erre készültek, tudták, hogy a Deac otthonában így lehet agresszívan fellépve lehet eredményt elérni. Ez ma nem úgy sikerült nekik, így 1-0-ra, vagy így kiegyenlített a Deac. Ettől függetlenül ezt a mérkőzést ugyanúgy, ahogy az első győzelmet és az első vereséget is el kell felejteniük a párharcban, és innentől kezdve már csak a következő találkozó leveket a szemek előtt. Köszönöm szépen, az első félidőben 18, a második félidőben pedig 19 pontos hátrányból jött fel a Szolnok, többek között Gibsonnak a nagy jó teljesítménye miatt, hogy látta a mérkőzést. So in the first half it was an 18 point deficit, and in the second half it was a 19 point deficit, but you and your teammates almost managed to turn the game around. Thanks to your contribution and your great performance. What did you see, what happened? As far as us coming back, we just decided to fight. We weren't fighting in the first half. They were dictating everything. In the second half, we got more aggressive, started to impose our will a little bit on the game, and it changed up the momentum of the game. Úgy gondolja, hogy igazából ő is rájött, hogy az első fél időben nem küzdöttek elég keményen, és a második fél időben ezen mindenképpen változtatni akartak. Az első 20 perc során engedték, hogy a Deac diktálja a tempót, és igazából csak mentek az eredmény után. A második fél időben ez megfordult, és gyakorlatilag ennek köszönhető, hogy vissza tudtak jönni a mérkőzésbe. Köszönöm szépen. Thank you.